Zuerst möchte ich mich bei der Sechser der Deutschen Selbstverwaltung bei Vorsitzenderin Anna Farkas bedanken, dass sie mich für diese Auszeichnung nominiert haben. A Szekszárdi Németségért díj bronzplakettjén az alábbi felirat olvasható. Man muss lange leben, ein Mensch zu werden. Sokáig kell ahhoz élni, hogy emberré váljunk. Ezen elgondolkodva arra a következtetésre jutottam, hogy ez a kitüntetés nem egyedül a személyemnek szól, ez nem csupán az én érdemem. Ez az elismerés szól azon őseimnek, akiket a 18. században a mai Németország Limburg-Nassau vidékéről behívtak, egy kicsiny Tolna megyei faluba, Szakadátra, ahol több generáció szorgos és szívós munkájával felvirágoztatták a települést. Szól ez a kitüntetés annak a kis sváb közösségnek, ahonnét elindulva a tradicionális keresztény értékrend mellett útravalóul kaptam a valahol otthon lenni érzést a bárhol a szemben. Ez a díj szól az egykori szakadáti általános iskola és Gyönki gimnáziumi tanáraimnak, akiktől emberséget és olyan stabil alaptudást kaptam útravalóul, ami elkísért egész életemben. Szól az elismerés néhai dédnagyszüleimnek, különösen apai dédnagyapámnak, aki magyar katonaként megjárta a két világháborút, majd 1947-ben egy bőröndel üztek el a hazájából. Ebben a kitüntetésben része van két nagyanyámnak, akiktől a legdrágábbat, a sváb dialektusú anyanyelvet kaptam örökül, szól két vérszerinti nagyapámnak, akiket ugyan nem ismerhettem, de génjeimben hordozom a tőlük örököl kapott, tisztes kézműves munka szeretetét. Szól ez a díj apai mostoha nagyapámnak, akit németségért a szovjet kényszermunkatáborokba a Málenki robottal jutalmaztak, aki gerincességet és emberi tartást adott nekem, aki mellett megtanulhattam, hogy csak kitartással, szorgalommal lehet valamire jutni ebben az életben. Ez az elismerés szól az édesanyámnak, akitől apám nagyon korai halála után példát kaptam arról, hogy a legnagyobb szükségben, gondban is, bízva a Jóistenben, szívós, talpra esett hozzáállással, minden élethelyzetben lehet és kell tudni újrakezdeni. Szól ez a kitüntetés mostoha apámnak, akitől megtanultam, hogy az életet csak sok humorral szemlélve lehet igazán megélni. Hálás lehetek a sorsnak, hogy munkám kezdetekor megismerhettem a magyarországi németség néhai nagy dohányjait, Hamburg Gézát és Rittinger Antalt, jár ez a kitüntetés a szekszárdi németség köreiből, néhai Szendrei Misi bácsinek és Heppádinak, akiktől szintén sokat tanulhattam. Külön szeretném kiemelni dr. József Ilig Mihály docens urat, akit, ha mondhatom, mesteremnek, mentoromnak tartottam, tartok, aki hosszú évek közös munkája során megmutatta nekem, hogy a nemzetiségi érdekképviselet során sokszor a konfliktusokat is fel kell vállalni, de kellő civil kurázsival igenis eredményes lehet az ember ezekben a kihívásokban. Ebben a díjban benne van néhai feletesem, helynek ottó személyes munkássága is, aki megtanította arra, hogy értelmes argumentálással különböző felfogás emberek között is lehet szinergiát teremteni. Végül, de nem utolsó sorban ez a kitüntetés szól a családomnak, a feleségemnek és a gyerekeimnek. Az ő türelmük, segítő támogatásuk nélkül nem tudtam volna eredményes lenni. Végezetül engedjenek meg egy személyes hitvallást. Egész eddigi életemben és munkám során nem az volt a legfontosabb dolog a számomra, hogy mások felett győzelmet arassak, sokkal fontosabb volt a számomra, hogy másokat győzelemhez segítsek, még akkor is, ha ennek az volt az ára, hogy nekem le kellett lassítanom.